Ismét kövekkel dobálták meg a migránsok a rendőröket a magyar-szerb határnál. Tegnap este Herceg-Szántónál. A támadás helyszínének közelében van. Maja Lilla, szervusz! Mi történt pontosan? Jó napot kívánok! 17 fős csoport próbált meg átjutni a biztonsági határzáron itt Herceg-Szántó közelében Szerbiából Magyarországra, és hát a kiérkező rendőrök megpróbálták őket ebben megakadályozni, és ekkor 6 migráns köveket gyűjtött össze, és ezzel kezdték el megdobálni a magyar rendőröket, majd ezt követően gyorsan elszaladtak, és azt kell mondjam, hogy most már gyakorlatilag hetente fordulnak elő ehhez hasonló agresszív fellépés. És ilyenkor általában, ahogyan most is a rendőröknek gásprét kell használniuk, hogy elriasszák a migránsokat, próbálnak mindenféle módszert bevetni annak érdekében, hogy átjussanak a magyar határon. Néhány héttel ezelőtt például a migránsok annyira jó fel voltak szerelve, hogy volt náluk egy olyan nagy teljesítményű gáspré, amit tömegoszlatáskor szoktak használni, és ebből is rátámadtak már a katonákra. Úgyhogy tényleg szinte heti rendszerességgel ismétlődik meg ez a probléma. Ugye sokan vannak Szerbiában most csak nem olyan 5000-en, és folyamatosan érkeznek százával hónapról hónapra Szerbiába, akik megpróbálnak átjutni Magyarország területére, és akinek esetleg itt Magyarország felé nem megy, azok elmennek Románia felé. Most már azért a román hatóságok is panaszkodnak, hogy egyre többen vannak, elsősorban Temesvár térségében, és utána szintén ismételten Magyarország felé indulnak, általában embercsempészek segítségével. Ebben az évben Magyarország irányába már csak nem 60 ezer illegális határátlépési kísérlet volt. Maja Lilla, köszönjük szépen!